Feliz Navidad, Merry Christmas, Herzliche Weihnacht, és persze boldog karácsonyt kívánok minden kedves nézőnek, itt kent a... Feliz Navidad, Merry Christmas, Herzliche Weihnacht, és persze boldog karácsonyt kívánok minden kedves nézőnek, itt kent a beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Na, legutóbb ott hagytuk abba, hogy gyűjteni kellett Ponyville-ben a shopokból 9-szer, ugyebár, és itt egy ajándékcsomag Dörpivel a csomagban, úgymond. Ez is egy ilyen eventes dolog. Csak most megint nem sikerült, nem baj. Na. Az előbb beléptem, és... hát... úgymond egy-két dolgot elrendeztem már a játékban, de mindegy. Mennyi kell még elkészül egy kerék? Nem tudok rámenni. Na, még fél óra. Oké. Addig menjünk el... pardon. Menjünk el Sweet Apple Acres-be. Édes almás kertbe. És... alassunk. Na, szóval... szerintem így nekem megfelelő. Az elrendezés. Csak egy pillanat, ezt még elrendezem, hogy lássam a... Vampir gyümölcsi denevéreket. Jó. Van még valahol? Itt a háznál is van, úgy látom, egy adag. Jó. És akkor így jó is leszünk még valahol. Jó, az oké, ott rendben van. Jó. Akkor más dolgunk nincs. Csak az, hogy fölvigyük Apple Feet-t. Három csillagra. De mondjuk azt nem értem, hogy itt miért nincsen go, de mindegy. Jó, Cherry Jubilee, nem. Játszunk akkor gyorsan Apple Peterrel egy kis almagyűjtegetés játékot. Azzal is legalább haladunk. Három csillagra. De mondjuk azt nem értem, hogy itt miért nincsen go, de mindegy. Jó, Cherry Jubilee, nem. Játszunk akkor gyorsan Apple Peterrel egy kis almagyűjtegetés játékot. Azzal is legalább haladunk. Nos, karácsony van. Legalábbis amikor ez a felvétel készül, akkor pont Szent Este van. Úgyhogy énekelhetnék valami jó kis karácsonyi dalt. Mondjuk a Feliz Navidad. Az nekem nagyon tetszik különben. Nem tudom, hogy az melyik nyelven van, de szerintem az ilyen... azt szerintem spanyolul mondják, hogy Feliz Navidad. Tehát majd az, hogy boldog karácsony, de mindegy. Azt pont elkaptam, de jó vagyok most. Na, szóval... és... ebből még sajnos nem lesz egy egész csillag. És közben meg átfordultunk. Csak egy pillanat türelmet kérek, amíg visszafordulok. Megtörtént. És akkor innen folytatjuk majd másik alkalommal. Most elmegyünk Ponyville-be. Mert mindjárt kész van a következő küldi. Közben egy Princess Twilight. Jaj. Adott nekünk egy kis kedvezményreklámot, de ez minket most hidegen hagy. Szószoros értelmében, nem baj, na. Oké. Mondjuk percipedre is kéne játszani. Na, még. Még egy kell, és akkor a tükör... oké. És akkor nézzük meg, hogy a tükörből... úgy látom, hogy van új küldé, mindjárt, csak megnézem, hogy a tükör még egy kell. Akkor az... jó, az mindjárt kész van. Na, Fluttershy. Spirited Kindness. Activate the Kindness Stone. Akkor szerintem most jön meg Fluttershy. Várjátok, akkor lehet, hogy adok rá egy kis hangot, csak hogy halljátok, hogyha mondja. Mert szerintem most jön meg Fluttershy.
Karen Kindness. Jó, akkor nem. Meg kell lenni a hospitált. Hát, az még egy picit odébb lesz, emberek, ha nem bánjátok, mert először is kell nekem hely. Másrészt viszont, az kicsit drága. A kórház kiépítése. Ja, és van egy ilyen kedvezmény, hogy Szeszkel Hercegnőt meg lehet venni 215 gemért, de én nem fogom megvenni, mert én kigyűjtöm, tudjátok. Mármint, hogy megpróbálom kihalászni szerencsével. Remélem, sikerülni fog. Na, itt a hospitál. 90 ezerbe kerül. 90 ezer fizetőeszközbe. És már megint természetesen átfordult a tabletem. Na, mindjárt oké, ez megvan. Nem eszek, csak gondolkodok. Na, játszunk gyorsan egy fancy perc, és akkor menjünk Zekor a házához, mert... Pardon. Mert ott is tudjátok, ki kell építeni még egy totemet. Jó, hát akkor nem tudom, mikor jön meg Pötösáj, mert AJ nem is ért meg. Nem tudom. Ezt nem értem, emberek. Úgyhogy tudjátok, mit hiányolok tényleg? Azt, hogy nem hozták be a... Tavaly pedig behozták, de úgy tűnik, hogy kihagyják ezt a karácsonyi termelőt, amit Cantaloupe-ba behoztak. Pedig mondjuk az jó lenne, mert Cantaloupe-ban így is kevés a termelő. Csak visszahozzák majd. Remélhetőleg valamelyik következő alkalommal, ha most idén nem. Úgyis fancy pass, mondjuk meg kell csinálni két csillagra. Jó. Oké, szóval ki kell építeni a hospitált. Az mondjuk picit odébb lesz. Build a hospital. Oké. Okay. Na de most először megyünk. Megyünk. Kijetlen erdőbe. Everfree Forest. És természetesen van itt ilyen karácsonyi dekoráció. Hát ezt most kihagyjuk. Na, szóval. Hú, mennyi. Loyalty shard. Termelőt adott. Jó, az is megvan. Ezeket kéne kiásni, igaz? Pardon. Na, és megint átfordultunk. De... Nem, ez nem tűnt föl. Oké. Okay. Pillanat, csak beszorultam. Nem tudom most miért fordul egyszer át. Na. Oké, akkor vissza Zekor a házához. És akkor próbáljunk ki egy új receptet, lássuk, hogy mit nem raktunk bele. Mondjuk egy ilyet és egy ilyet. És akkor még egy ilyenből mi lesz. Még egy loyalty. Sár termelő totem, hát hihetetlen emberek. Úgy látszik, hogy ez nekem nem akar összejönni, hogy más rakjak ki, na mindegy. De mi ez a clear? Hát... Place totems. Most mit gondoltok, kirakjam? Nem rakom ki. Viszont azt megnézem, hogy most mennyire áll a fa. 83%-on van AJ. Oké. Okay. Ki kéne rakni azt a kórházat, nem azért. Hát igen, itt a fa. Most kihagyjuk, mert van benne a platossá is, én nem akarom az övét elkölteni ilyenekbe. Ha senki nem bánja. Igen, erre a pónira gyűjtök, és látjátok, már egész jól haladok.
Csak nekem kéne, jó. Jó, ezt tudjuk, de még eldöntöm. Még alszok rá egyet, kettőt. Van annyi időm rá, hát mennyi is? Négy nap az egész még. Mindig összegyűlik. Jó, akkor... Nem tudom, hova menjek, az a baj. Mit csináljak? Ja, megvan. Megcsinálom anyucit, mert neki még úgyis ott a küldie. Az még belefér. És akkor egyből még apucit is. Na, gyorsan. Még mindig nem tudom, hogy is hívják Twilight apját, de mindegy. Most ez legyen a legkevesebb problémák. Valami Night, azt tudom. És nem az a bizonyos éttermi játékkal összekeverve. Hát most tudom, hogy karácsonykor ilyen jumpscare dolgot hozok fel. Aki nem tudja, mi ez a jumpscare, az jár utána. Meg, hogy miért is írt Living Tombstone dalt. Mert annak már van egy második része annak a játéknak, és most készítette el annak is a folytatása zenét. Ami nem hasonlítható össze az eredet a játékkal kapcsolatban, úgymond. De azért az is jó dal. Hát... Ez sem jött össze. Nem baj. Itt van a Juci. Az majd összejön. De lehet, hogy legjobb volna, hogyha a Twilight apjára kiadok egy ezrest ilyenkor. Majd legközelebb. Na. Minden Canterlottit pónit föl kéne vinni. Hát persze nem csak Canterlottit, de egész egyáltalán mindenfajta féle pónit föl kéne vinni 5 csillagra a termelők miatt, de mindegy is. Nem ez a lényeg, hanem hogy ragadjon a bélyeg. Na mindegy. Nem akarom ezt a jumpscare dolgot mondani, de jó, mindegy. Csak úgy eszembe jutott, na, karácsonykor még ilyennek gondolkodni, hát ilyeneket is szokott nekem ajánlani YouTube videók gyaránt. Na, szóval mehetünk is repülni anyucival, és megvan ez a küldetés is. Szép ez a havasi táj, én azt mondom. Kár, hogy itthonról ezt nem lehet elmondani. Bár most, amikor készül a felvétel egy szenteste, úgymond... Szép az idő, meg egész nap ilyen nagyon gyönyörű szép idő volt, csak hát mondjuk szebb lett volna egy kis hóval, meg mondjuk egy kis karácsonyi hangulattal. Na jó, hát lehet, hogy valakinek, mikor nézi ezt a felvételt, addigra megvolt neki a karácsonyi hangulata, de idén nekem nincs. Tavaly sem volt nagyon, de idén még mindig nincsen. De azért megpróbálok úgy összehozni magamnak egy karácsonyi hangulatot. Na, kész is van a küldi. És természetesen megint kidobott a játék. Na szép. Hát akkor innen folytatjuk. Köszönöm minden kedves nézőnek a figyelmet, és további boldog karácsonyt kívánok. És külön viszlát, és külön minden brókes fogasztítok, pedig brók és viszlát.